Szeretettel köszöntöm a kedves tévé nézőket. Mai napi gondolatunk János evangéliumához kötődik, a 7. fejezetből, a 40-től az 53. versig. Az embernek nem elég Jézusnak az életét látni, hanem annál sokkal többet akar. A mai szakaszban is pontosan ennek vagyunk a tanúi. Tele vannak az emberek előítéletekkel, bár hallják, hogy Jézus dicsérik, van, aki azt mondja, hogy ő a próféta, vagy ő a messiás, az emberek, akik hallgatják, szinte már rajonganak érte, és nyitottak a Jézusi tanítás felé, látják a tetteit, a csodáit, a cselekedeteit, és egyszerűen az emberek hajlanak arra, hogy tömegesen elismerjék Jézust, aki egyébként a templomban tanít. Ugyanakkor felsorolják az ő érdemeit, sőt azt mondják, hogy ember így még nem beszélt, akkor mégiscsak megjelenik a tanítópárt béliek részéről, hogy de akkor is. Akkor sem lehet elfogadni, akkor sem, akkor sem, akkor sem. Az ember szinte nem is érti, hogy amikor világossá válik, hogy Jézus kicsoda, akkor miért van ez a nagy ellenállás, mikor tényleg ott van a megoldás a kezükben. Nem érdeklik őket a tények, hanem egyszerűen a saját elveikhez ragaszkodnak. Azt gondolom, hogy ha az ember kicsit magára tekint, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy mi is így vagyunk. Sokszor biztosabbnak érezzük a megszokottat, mert aztán megszoktuk, abban nem lehet semmiféle rendkívüliség, semmiféle váratlan dolog, hanem egyszerűen szürkén telnek a napok, és ez úgy jó az ember számára. Viszont Jézus pontosan ebből a világból akarta akkor is és ma is kiemelni az embereket, hogy ne a megszokottságainkhoz ragaszkodjunk, ne a rossz szokásainkhoz, hanem merjük vállalni az újat, merjünk elindulni Jézussal. És hogyha ez az elindulás megtörténik, akkor abban a pillanatban valóban megtapasztaljuk, hogy Jézus a messiás, megtapasztaljuk az ő szeretetét, megtapasztaljuk a tanításában rejlő erőt, a hitnek az erejét, tehát csomó ajándékkal elhalmoz bennünket, de ehhez ki kell mozdulnunk a megszokottságból. És hogyha erre képesek vagyunk, természetesen Jézussal, akkor biztos, hogy új élet fakad a mi számunkra is. Tehát nem kell félni az újtól, és nem biztos, hogy a régi megszokásainkhoz kell túlzottan ragaszkodni, amelyek már elavultak, amelyekben már nincs erő, nincs lendület. Merjünk Jézusra igent mondani, hagyjuk, hogy mozgásba hozza az életünket. Köszönöm a figyelmet!